Hetedik fejezet Négy havi kemény koplalás után a régi jó barát csodálkozva dörzsöli a szemét. A szép hölgy álhatatos szívét meglágyítják az ifjú bájai és bókjai. Fiatal barátunk a csoda doktortól egyenesen a szállására ment, ahol egyedül lakott. Most tűnödött el igazán azon, hogy milyen reményteli kilátásai vannak a szerelem csataterén egy megedzett és kikalapált fegyverrel. Ezek a gondolatok annyira felizgatták, hogy kénytelen volt beparancsolni egyik kísérőjét, hogy ágyába bújtatva nőként enyhítse bujavágyait. A két szolgát Sutungnak, azaz könyvesládának, és Csien Shaonak, azaz karthüvelynek nevezték. A fiatalabb egy csinos, 16 éves legényke értett valamit a betűvetéshez, ezért ő viselte gondját gazdája könyveinek és kéziratainak. Innen volt a neve is, hiszen úgy használta gazdája, mint egy élő könyves ládát. Az idősebbik, 18 éves forma, kinek feladata az ifjú gazda két élő lovagi kardjának ápolása volt. Ő védte a rozsdától, akár egy élő karthüvely, ezért nevezték Csiensáónak, azaz karthüvelynek. Mindketten szemrevaló, jóképű legények voltak, elmentek volna a lánynak is. Karthüvely nem volt elég kacér és kívánatos gazdája ízléséhez mérten, de azért néha-néha vele is eljátszadozott. A fiatalabb azonban simolékony volt és ravasz, mint egy róka. Hamar megtanulta, hogyan bocsássa gazdája rendelkezésére hátulsó fiókját, miközben hűen utánozta a nők késóvásikójait és örömteli nyögdécseléseit. Ezért gazdája erősen kedvelte, és ma este őt érte a megtiszteltetés, nem az idősebbiket. Mindketten kedvüket lelték a játékban, és mikor befejezték, könyvesláda azt kérdezte, női hangon fuvolázva: A fiataló régóta már csak a nőkkel foglalkozott. És minket ugyancsak elhanyagolt. Megkérdezhetem, miért éppen ma este lángolt fel kihűlt szenvedélye? Ez a búcsú ajándék. Elválnak útjaink, jóram. El kell bocsátani szolgálata, szolgálatából, és más kezeire adni. Hogy is tudnék megválni tőled? A búcsú ajándék csak azt jelenti, hogy ez a követ többet már nem teszi tiszteletét a hátsó fogadóteremben. Aztán részletesen elmesélte a terveit, hogyan kíván a követből minden női fogadókapuhoz méltó méretűt szabatni, s hogy annak eredményeként az inas szűk kapuja többé nem jöhet számításba. Ha így áll a dolog, a műtét után, uram, követe olyan tehetős lesz majd, hogy csak is asszonyok kapujába fog betérni, s eszébe se jut meglátogatni az én szűkös fiókomat. Ahogy mondod, válaszolta a fiatal úr. Ha majd sok-sok asszonyt ismer, s nem tudja, mit kezdjen velük, gondoljon rám néha-néha, kérlelte a legény. Lehet az egy szép hölgy szolgálója is, hiszen azok mindig tartanak egy-két szobalányt. Mikor meglátogatja a hölgyet, vigyen magával, s én örömmel ízlelem meg a fehér cselédet. Akkor legalább hasznát veszem annak, hogy ilyen kitűnő mester és gáláns lovak tanított a szél és a hold játékára. Ha ez minden kívánságod, fobatkát sem ér az olyan tábornok, aki éhezteti a katonáit, míg ő maga terített asztalnál dúskál. Jól van hát, én alszom az asszonnyal, te meg a lányjal, s nem lesz se seri, se száma az efféle élvezeteknek. Könyvesláda örömmel hallgatta ura kecsegtető szavait, s erején felül is mindent elkövetett, hogy az utolsó tisztelgés emlékezetes maradjon a követ számára. Másnap éjfél előtti tanítvány megvásárolta a műtéthez szükséges kutyákat, egy szokatlanul heves fiatalkant és egy jó kiállású fiatalszukát. Külön pórázra kötötte őket, és jól tartotta mindkettőt. Mikor eljött az idő, elindult kísérőivel a doktor szállása felé. Könyvesláda vezette a kutyákat, Karthüvej pedig az ételeket és italokat cipelte hátul. A doktor elhagyatott környéken bérelt magának szobát, ahol alig volt egy-két járókelő. Eszményi hely volt, hivatása gyakorlásához. Amint megérkezett, elő kellett vennie a szerszámját, hogy elvégezzék rajta a szükséges érzéstelenítést. A beteg úgy érezte, mint a kérdéses szerszámját jéghíreg vízbe mártották volna. Kis idő múlva egyáltalán nem érezte, mintha nem is lett volna. Dörzsölhette és nyomkodhatta, csavarhatta és csipkedhette, ahogyan csak akarta, semmit se érzett belőle. Ez félig megnyugtatta, mert biztos volt benne, hogy nem érzi majd az ki és beavatkozásait sem. Boldogan ült le az asztalhoz a doktorral, hogy együtt élvezzék a terített asztal örömeit. A poharazgatás és falatozgatás közben érdeklődéssel szemlélte az események további alakulását. Kétfelől elővezették a kutyákat, majd meglazították pórázaikat, nem ogadtak, nem rángatták a pórázt. Boldogan tartottak egymás felé, talán az járt hálás kutya fejükben, hogy gazdájuk végre szabadjára engedi őket, s e kietlen tanyán kedvükre üzekedhetnek, nem zavartatva féltékeny kan kanok mohó és dühött pillantásaitól. Szegény állatok, ha ismerték volna gazdájuk igazi szándékát, ha csak sejtették volna, hogy milyen kegyetlenül vetnek majd véget élvezetüknek, hogy a kan impozáns himtagját levágva kipótolják vele a beteg hiányosságait. Fiatal és jól táplált szervezetük hamar begerjedt és egy-kettőre összeragadtak. A pórász nem vették le róluk, csak meglazították. Mikor szorosabban már nem is lehettek volna, a doktor parancsot adott a szolgáknak, hogy fogják rövidre a pórázt, és próbálják szétválasztani a kutyákat. A kutyák persze ellenkeztek. Ahogy ott feszültek a pórázon, úgy néztek ki, mint egy ketté hasított lótuszgyökér, amit még összetart néhány vastagabrost. A kan vadul ugatott és még jobban furakodott befelé, a szoka is veszettő ragaszkodott és akaszkodott a kan veszélyére, szilárd elhatározással, hogy nem engedi el, még az utolsó cseppet is ki nem sajtolta belőle. Egy alkalmas pillanatban, mikor a kan kutya veszélye se kin, se bennem volt, a doktor megragadta a tövénél, és nyisz, egyetlen határozott és gyors mozdulattal levágta, s kihúzta a szukából, aztán hosszában felnégyelte. Most a beteg következett lefektette, és négy hosszanti vágást ejtett hímtagján, majd a négy tátongó sebbe beültette a még mindig lüktető húsdarabokat, melyek nemrég a kutya büszkeségének és örömének forrásai voltak. A beteg ekként feljavított hímtagját gyógyító kenőt cselkenték be, és hatalmas kötéssel látták el. A műtét befejeződött. A doktor és a beteg ismét asztalhoz ültek, és folytatták a lakomát, mintha mi sem történt volna. Azon az éjjelen a beteg a doktornál éjszakázott, aki egy darabig megfigyelés alatt akarta tartani betegét. Mielőtt befordultak volna, hosszasan beszélgettek, melynek során a tapasztalt csoda doktor fiatal vendégét a szerelmi hadviselés fortéjaira oktatta. Másnap a fiatal ember visszatért saját szállására, amit négy hónapig nem volt szándékában elhagyni. Ez idő alatt vasfegyelmet erőltetett magára, szellemi és fizikai értelemben egyaránt. Sikerrel őzte el magától az évhajház gondolatokat, szívéből és fejéből száműzte a nőket. A lélek légies nyugalma uralkodott napjain. Még egészségével, hímtagja állapotával sem törődött, ellenállt a kísértésnek, hogy a kötést meglazítva meglesse vagy megtapogassa a lábadozót. Csodálatra méltó, filozofikus derővel könyveibe merült négy hónapon át. De egyszer ez is véget ért. Levette a kötést, lemosta és alaposan megvizsgálta az immár teljesen felépült beteget. Aztán hangosan felnevetett: Hogy megnőtt a kis hamis, valóságos óriás lett belőle, ezt nevezem műtétnek. Egy ilyen fegyverrel minden erődöt be lehet venni, újongott örömében. Várd még egy napot, aztán elindult megkeresni a barátját, konlonbetétársát. Hogy meg fog lepődni? Nem kellett sokáig keresnie, mert szerencsére, éppen szembe jött vele, hogy meglátogassa. Kedves barátom, mondta Kunlom vetétása, oly rég nem mutatkoztál, oly soká nem hagytad el szűkös kis szobád. Remélem, magányod hasznára vált tanulmányaidnak. Ó, oh, az én tanulmányaim, azokról nincs mit mondanom, de komoly haladást értem el. A fangsunak, a szerelem tudományának területén, erre már érdemes néhány szót vesztegetni. A másik lekicsinlően nevetett. Haladást mondtál, de ha nincs mivel, erősen kétlem. Hát nem megmondtam, hogy felejtsd el e kényes témakört. Ha-ha-ha, azt hiszed, semmire sem mentem a négy hónap alatt. Azt hiszed, megint nevethetsz rajtam. Most én fogok nevetni, mikor majd csodálkozva dörzsölöd a szemeidet, fényes előmenetelem láttán. Jó-jó, olyan sokra azért nem vihetted. Elméletben talán igen, de gyakorlatban alig ha. Csak vesztegeted az idődet. Elképzelhető, hogy egy vékony mihasna mi haszna, elméleti síkon elsajátítja a szerelmi hadviselés mind a tizennyolc fajtáját, különösen, ha gyakorolja is magát szalmabábokon. De mi lesz, ha igazi ütközetre kerül majd sor? Elfelejted, hogy mindenki felcseperedik egyszer, s a növekedésben minden testrész részt vesz. Hát persze, mindez igaz egy növekedésben lévő tizenéves legénykére, de te elmúltál húsz is. Ebben a korban már nem nő semmi. Nagyon kivételes esetben talán nő egy hajszányit. Egy hajszányit? Akkor meg se említem. Még akkor se vesztegetném a szót rá, ha egy hüvelyknyi gyarapodott volna a kerülete. Ha szóba hozom, az csak azért van, mert a kérdéses testrész lényegesen nagyobb lett, mint volt. Ne beszélj szomáságokat! Ilyen hirtelen növekedést még senki sem látott vagy hallott. De ha megalapozottak állításaid, minek a sok beszéd? Lássuk a bizonyítékot. Hogy megint kinevettessem magam? Nem, nem. Az első alkalommal megfogadtam, hogy soha többé nem mutatom meg senkinek. Ugyan már, ne kéresd magad, vedd csak elő, ha tényleg tapasztalok némi növek, növekményt, nem leszek rest ékes szavakkal megdicsérni, és esedezni bocsánatodért a korábbi gónyolódásért. Mit kezdjek én a szép szavakkal? ha nem követi őket, tett. Csak azzal győzhetsz meg barátságodról, ha alkalmat teremtesz új fegyveremnek, hogy győzelmi doppergés és örömtáncok közepette ünnepelje diadalát. Áll az alkú, bízhat szavamban. Fiatal barátunk csak most kezdett hozzá, hogy lemeztelenítse magát. A lehető leglassabban és legkörülményesebben kezdett vetkőzni. A hideg időre való tekintettel, épp hogy beköszöntött a tél, Vastag, bélelt kaftánt és nadrágot viselt. Előbb a kaftán alsó szárnyait gyűrte fel hóna alatt egy sejemővel rögzítve, nehogy bármit is eltakarjon a látványból. Aztán megoldotta a nadrágját és letolta a földig. Nehéz fegyverét a két kezébe fogta. Amint ott állt maga elé tartva vadonatói buzogányát, úgy nézett ki, mint egy perzsa kalmár, aki portékáját tálcán maga előtt tartva kínálgatja. A másik, aki kissé távolabb állt a szoba másik sarkában, azt gondolta magában, biztos egy hím szamár tömlőjét kötötte magára, hogy megtévesszen vele. De honnan szerezte? Mikor közelebb lépett és alaposan megvizsgálta, akkor hökkent meg csak igazán, hogy ez a robusztus szerszám nem szamártól származik, hanem barátjának büszke tulajdona. Ámulva dörzsölte a szemeit, ahogy barátja megjósolta. Megmondanád, kedves barátom, hogy miféle mágiával sikerült a szegény kis manóból óriást faragnod? Megyszerűen nem bírta elviselni a sír sírtegetéseidet. Olyan durván az önérzetébe gázoltál legutóbb, hogy egyszer csak azon vettem észre magam, hogy keserődőhében elkezdett növekedni, én már nem tehettem semmit. Aztán továbbra is komoly ábrázattal hozzátette. Hálás lehetnék neked érte, hogy így felpaprikáztad. Elég a tréfából, látom a négy forradást, melyek minden bizonyal kiselejtett sebek nyomai. Doktor kezét gyanítom a dologban, méghozzá ügyes doktorét, hogy ilyen nagy változást ért el. Egy kis kérdezősködés után a barátunk beadta a derekát, és részletesen elmesélt mindent. Tényleg nagy áldozatot hoztál, hogy a nők és a szerelmi örömök iránti erős vágyadat kielégítsd. Ez aztán az akarat erő, gratulálok. Most, hogy látom büszke fegyveredet, nem mondhatok nemet kérésedre, számíthatsz támogatásomra. Készülj és indulunk, halogatás nélkül megrohamozzuk a szerelem bástyáját. A mi barátunk ezt akarta hallani, gyorsan ruhát váltott és fejére tette legújabb télik alapját, Aztán nyomban elindultak, egyenesen a sejem kereskedő háza felé. Kunlom vetétársa megállt parancsolt, és meghagyta a barátjának, hogy várjon egy kicsit ő maga előre ment puhatolozni a szomszédoknál. Nem sokára visszatért, a széles mosoly az arcán jót sejtetett. Gratulálok a szerencséthez, óhajod még ma éjjel teljesül. Mi? Mit beszélsz? Még nem is találkoztam vele. Az imént tudtam meg a szomszédoktól, hogy a férje hosszú üzleti útra ment, s nem is várják vissza, csak tíz nap múlva. Tíz napig élvezheted a társaságát, szavamat adom rá. Most betérünk az üzletbe, Semmi más dolgod nincs, mint hogy belobd, belobd, magad a szívébe bókjaiddal. A többi az én dolgom, s fogadok, hogy még ma este fogad hálószobájában. A barátunk repesett az örömtől, s vidáman indultak a bolt felé. Kulmon vetétársa elhúzta a függönt, és beléptek. Csuan itt itthon van? kérdezte. Nincs, üzleti úton van. Felelte a szép hölgy szokásos helyén, a pult mögött ülve, Hímzéssel volt elfoglalva, fel se tekintett munkájából. Milyen kár, szerettünk volna sejmet vásárolni, mit tegyünk hát? Más sejem üzlet is van, felelte közömbösen. Most közbeszólt a barátunk is. Van hát, de félünk, hogy nem ilyen bő választékkal, máshogy nincs ilyen tiszta és hibátlan sejem. Meg aztán a barátom már régóta ide jár, bízik ebben az üzletben, és nem szívesen vásárolna máshol. Hangjának hallatán a hölgy először emelte fel a fejét, és lopva rápillantott. – Ha régi vásárlónk, hogy nem ismerem meg? – kérdezte, és a hangja már nem volt olyan kímért és tartózkodó, mint eddig. Most ismét Kunlun vetétársa vette át a szót. – Kedves asszonyom, legutóbb tavval nyáron vettem itt sejmet, s a házura akkor is éppen távol volt, ezért önszolgált ki a saját kezével. A legfelső polcról vette le a sejmeket, emlékszik? – Hát, hogy ne, emlékszem már. Csodás, szólt közbe megint a barátunk, hát akkor bizonyára emlékszik arra is, hogy alkó nélkül megkötötte az üzletet, és azonnal fizetett. Miért küldne hát máshoz minket? Van néhány végsejmem, de nem tudom, megfelele az ízlésüknek. Nem az a kérdés, hogy megfelele-e, hanem, hogy meg tudjuk-e fizetni majd az árát. Jól van, akkor üljenek le, mikhozom a sejmeket. Kullumvetétása előrelátóan a pult mellett álló kényelmes, párnás székre ültette barátját, ahol közelebb lehet a szép hölgyhöz. Ő maga egy másik székre telepedett le. Az asszony megjelent egy végsejemmel a kezében, és átadta az ifjúnak. Túl sárga, jegyezte meg, mielőtt elvette volna, csak azért, hogy aztán megváltoztathassa véleményét, mikor kezébe veszi. Érdekes, fordult oda a amíg a hölgy kezében volt, túl sárgának tűnt. Most, hogy az én kezemben van, tökéletesen fehér. Hogy lehet ez? Aztán kisé elgondolkodva így folytatta. Megvan, bizonyára a hölgy szikrázóan fehér bőre miatt. Az ilyen aranyos és hófehér kézben az anyag természetesen sárgának hatott, míg az én mocskos mancsomban fehérnek. A fiatal asszony szeme elidőzött vevője kezein, mielőtt válaszolt. A fiatal úr kezének bőre egyáltalán nem látszik sötétnek, jegyezte meg rezzenéstelen arccal, nem megengedve magának még a leghalványabb mosolyt sem. Hát persze, hogy nem sötét, vágott közbe kunnum vetétása. Ha az én kezeimhez hasonlítjuk, de nem is lehet fehérnek nevezni, ha az ön hófehér keze a mérce. Ha mind megegyeztünk, hogy eléggé világos a sejem, miért nem veszik hát meg az urak? Mert nem elég világos mégse, Világosnak látszik a kezemben, de nem az az árnyalat, amit keresek. Pont olyan tündöklően halvány színű sejemre lenne szükségem, mint amilyen színű az ön kecses kézfeje. Kérem, legyen olyan kedves, és hozzon egy olyan színű sejmet. Kétlem, hogy egyáltalán van olyan káprázatosan pompás sejem az egész világon. Szólat meg vetétása, de egy olyan halvány árnyalatú is megtenné, mint amilyen a barátom arcának színe. Ez a megjegyzés és az ezt kísérő mozdulat megtette a kívánt hatást. A fiatalasszony most először ráemelte tekintetét az éjfél előtti tanítványra. Barátságos mosoly jelent meg a szája szögletében. Most én mondom az, hogy talán nincs is olyan sejem szélese világon, mondta kisé pajkos hangsúlyjal. A nyájas olvasó bizonyára csodálkozik, hogy miért csak most vette szemügyre barátunkat. Egyszerűen azért, mert rövidlátó volt. Eleinte átlagos vásárlóknak nézte a betévet idegeneket, s nem sokat törődött velük. Amikor kettőjük közül a fiatalabb szóhasználatával felfette művelt kilétét, sikerült felkeltenie az érdeklődését, de nem annyira, hogy meg is nézze őt magának. Így van ez a rövidlátó emberekkel. Meglehetős erőfeszítést igényel, hogy valakit vagy valamit szemügyre vegyenek, s ezért csak akkor teszik meg, ha biztosak benne, hogy megéri. A legtöbb rövidláton nő szép és okos, ez tulajdonsága a nőknél különben is előnyös, mert könnyebben tudják megőrizni magukat és érzéseiket a házasság előtti kalandoktól. Van erre egy népirigmus, rövidlátó volt az ara, ám de jól mozgott a fara. A nők, akárcsak a férfiak néha rettenetesen szenvednek a tornyosuló, tikkasztó felhőktől, epedve várják a friss záport, mely megnyugvá megnyugvást át kézenfekvő, hogy egy éles szemmel megáldott nő milyen veszedelmekbe kerülhet egy szenvedő férfi pusztalátására. Ha alkalomattán enged a szívszavának, és az elvárható önfegyelem alól kibújva feláldozza tisztességét. Ezért a rövidlátás jó tétemény a teremtő részéről, hiszen így a nők mentesek lesznek az efféle kísértésektől. Férjükön kívül nem látnak meg senkit, legyen az akár a férfiúi szépség olyan, mint a képe, mint Pan -an, vagy szungjű. Így elhárul a házastársi hűtlenség veszélye. Régóta úgy tartják, hogy a rövidlátonővel kötött házasság általában boldog és szégyenmentes. Ha egy férfi két lépés távolságból udva udvarol neki bármilyen hevesen, egy rövidlátónő akkor is közömbös marad és tántoríthatatlan, mintha felhő vennék körül. Nagy diplomáciai érzékre van szükség, hogy kivételes esetben szemügyre vegyen egy idegen férfit. Ügyes összejátszások révén a mi embereinknek sikerült megteremteni egy kivételes alkalmat. Az első pillantás a kezeire, majd a második az arcára felpattintotta érzelmeinek szunnyadó ügyét, mely lassan bontogatta szeplőtlen szírmait. Most már hajlandó volt, sőt, készséges. De a női tisztesség tiltotta, hogy ő tegye meg az első lépést. Az a férfi dolga volt. Ezért ismét az üzletasszony hangján szólalt meg, s nagyon is gyakorlatias kérdést tett fel. Tényleg akarnak venni valamit, vagy sem? Ha igen, hozok néhány igazán különleges sejmet a raktárból. Hát hogy ne akarnánk? Mi másért jöttünk volna? Ismét eltűnt egy másik ajtón, és rövidesen megjelent egy másik sejemmel a karján. Egy szolgáló is vele tartott tálcával a kezében, melyen te a gőzölgött. A koncsaftok elvettek egyet csészét. A mi barátunk csak félig a ki a csészét, majd kínáló mozdulattal a fiatalasszony felé nyújtotta. Kedves mosolyal fogadta a nyájas, de kisé bizalmaskodó gesztust. Ezzel az éjfél előtti tanítvány megtette az első lépést, és így a továbbiakban fogadhatta udvarlását női büszkesége feladása nélkül. A fiatalember, hogy szándékát egyértelműen kifejezze, megérintette és enyhén megnyomta az asszony kezét, amivel a sejmet elébe tárta. A nő arc kifejezése mozdulatlan maradt, de hogy cinkosságát kifejezze, körmével, szinte véletlenül, enyhén megkarmolta a férfi készfejét. Ez a sejem csodás, megvesszük. Vetett véget Kónlom a mostrának és a titkos szerelmi párbeszédnek. Elővette egy ezüstöt a ruhája ujjából, és átadta barátjának, hogy fizessen. A fiatalember meg sem próbált alkudozni, megkötöttnek tekintette az üzletet, és az ezüstöt a mérlegle, mérlegre helyezte. A valódi ezüst, mondta. Annak látszik, a kérdés csak az, hogy belül is valódi-e és megüti-e a mércét, felelte habozás nélkül. Ó, ha az asszonságnak két vannak, azt javaslom, hagyjuk itt a sejmet is, meg az ezüstöt is. Erre majd visszajövünk alkalmas szerszámokkal, és feltörjük a rögöt, és meglátjuk, valódi-e vagy sem. Nincs rá szükség. Ha valódi, a különbséget betudjuk a következő vásárlásnál, ha meg nem, tekintsék úgy, hogy egyszer a vendégeim voltak. Hunon fogta az összehajtogatott sejmet, és karon fogta barátját. Távozásokkor a fiatalember még egyszer mélyen az asszony szemébe nézett. Minden rövid látás ellenére kiolvasta pillantásából a vágyódással teli bulcsút, s alig láthatóan összehúzta szemeit, ami egy egyaránt lehetett csúfolódásként, és reménykeltő ígéretként értelmezni. Hazafelé menet a fiatalember a barátjához fordult. Úgy tűnik, vállalkozásunk sikere jó részt biztosítva, de most hogyan tovább? Hogy jutok be még ma este a házába? Ne aggódj, tudomásomra jutott, hogy egyedül él szolgálóval, aki nem sokat számít. Tizenkét éves kislány, aki korán elalszik az egész napi munkától. Nem láthat és nem hallhat meg semmit. De mi lesz a szomszédokkal? Mi lesz, ha meglátnak minket besurranni, és tolvajt kiáltanak? Mihez kezdünk akkor? Ne félj, amíg engem látsz, majd a hátamra veszlek, és úgy mászunk a falon és a tetőn át a belső udvarba. Ha egy zsindely meglazul, az nem olyan nagy gond, ilyesmihez hozzászokott már a szomszédok füle, hanem engem valami más aggaszt. Jól megfigyelted a szavait? Az ezüstről beszélve a te képességeidet firtatta. Jó, jó, szép a virágja, de elég erőse a benne a porzó. Ha nem, többé ne lásson, ezt jelentették szavai. Emlékezz figyelmeztetésemre, s gondold meg, hogy ki tudod-e elégíteni az igényeit. Ma éjjel legénynek kell lenned a gáton. Érzel magadban elegendő erőt és bátorságot? Nehogy kontármunkát végez, csak légy észnél, és egy meg egy menettel. Nehogy másodszor vagy harmadszor is próbálkozz. Egyet, félj, a kudarc ki van zárva, bízhatsz bennem, ha akarsz, maradj a közelünkben és hallgatóz. Harsen nevetésével az éjfél előtti tanítványnak sikerült eloszlatni a barátja kételjeit, sőt, jókedve rá is átragadt. Alig tudta kivárni, míg az este közeletével az aranymadár nyugaton alászállott, keleten pedig fölkelt az ezüstnyúl. Úgy érezte magát, mint egy vizsgázó a nagy nap előtt. Milyen kérdéseket tesz majd fel a vizsgáztató, mire lesz kíváncsi a beadott dolgozattal kapcsolatban? Ezt tudhatjuk meg a következő fejezetből.